Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, mikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsül meg az emberfia, és Isten is megdicsül benne. Ha Isten megdicsül benne, Isten is megdicsőjött őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg majd, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéje. Áldunk téged, Krisztus! Kedves diákok, kedves szeretett testvérek, igazából ugye 2000 évvel ezelőtt a mi Úrunk Jézus Krisztus meghirdette szeretet parancsát. És hajlamosok vagyunk, hogy mondjam, a 2000 évet leértékelni. Sokan felteszik, hogy hol van ez a szeretet parancsa a 21. században. Nézzük meg, ugye, a szeretetnek egy másik szava, párbeszédre való készség, nem? És ugye tegnap Magyarországon egy új köztársasági elnökasszonyt, elnököt iktattak be. Az ország népe összeült, szavazott, parlamentet választott, megszülettek a döntések, és fényes nappal szép ünnep volt, és a hatalmat, a vezetőt, a főparancsnokságot, hát egy hölgynek a kezébe helyeztük együtt. Persze mondhatja valaki, ez nem nagy dolog, de gondoljunk csak arra, hogy 1440-ben, május 15-én itt Székesfehérváron, hát egy 10 hetes gyereket 5. László néven magyar királyá koronáztak. Hát már maga az a tény, hogy a korona Visegrádról egy udvarhölgy, egy elemeltes, párnába varva, kicsempésztes, idehozta, és utána ugye tudjuk jól, hogy hát Hunyadi család is László ennek a döntésnek áldozata lett, és folytathatnánk tovább, mennyi vér, szomorúság tapadt az évszázadok alatt a hatalomért való küzdelemhez. És eljutottunk most odáig, hogy nem halt meg tegnap senki, nem dübörögtek tankok, békében, nyugodtan. Igen, 4 évre, 5 évre választottunk. Nagy dolog, testvéreim. Ugye nemrég volt Európai Uniós Parlament, ez a választások, 500 millió ember egymásnak feszült. És volt reklám, kampány, plakát, mindenfelé, minden. És nem tudom, mindenki biztos nincs megelégedve, de nem halt meg senki. Nem dübörögtek Európa utcáin tankok, harckocsik. És ez a Jézus Krisztus által meghirdetett szeretet parancsából. Ahogy ő tudott párbeszédet folytatni, akár az emmauszi tanítványokkal nagypéntek után, nem bosszúért lieg, nem kiabál, hanem nyugodt, higgadtan magyaráz. És olyan szépen szól hozzuk, hogy lángol a szívük, míg hallgatták Jézust. És van erejük ének idején visszamenni Jeruzsálembe, él az Isten, ne féljetek. Igen, ebből nőtt ki
az a párbeszédre való készség, ami megvan a világunkban, hogy nem tökéletes, hát még nem is értünk el az Isten országába. De jó az irány, ezen az úton kell tovább menjünk. De persze mondhatnánk úgy is, hogy a szeretet parancsából nőtt ki a közoktatás például. A közegészség, a közbiztonság, a közúthálózat, közvilágítás. Emberek tudatosan úgy döntöttek, hogy szeretettel megosszák azt, amiük van, egy részét a jövedelmüknek közösségbe rakják, hogy kórházak épüljenek, iskolák épüljenek, templomok épüljenek. Ez mind-mind a szeretet parancsából nőtt ki. Bármerre nézünk, a szeretet parancsát kőbe építve, hogy mondjam, itt van körülöttünk. Amikor megszülettünk, a bábasszony, de maga a kórház is. Krisztus által meghirdetett szeretet parancsából nőtt ki. Óriási dolog. Persze mondhatja valaki azt, hogy hát ez mind semmi, vagy nem tudom, nem nagy dolog. Hát ugye párbeszédre való készség, az ember ugye most menjen el. Hát bizonyos országokban, mit tudom én, Törökországban, és mondja el, hogy szerinte a kurd munkáspártnak azért jogai vannak. Na, elmondhatod a véleményedet, valószínűleg meg is hallgatják, következménye is lesz neki. Vagy akár Kínába is elmehetsz, hogy ott a Tiananmen téren egyet defilálják, magyarázd el, hogy igen, az ujgur testvéreknek azért, hogy mondjam, így, meg úgy, meg amúgy. Azért nem egy keresztény országot, 2000 éve nem hirdetik a Krisztus tanítását. Igen, testvéreim, az, amit elértünk, azt tartsuk nagyra, értékeljük, gyönyörködjünk benne, legyünk hálásak, és a megkezdett úton, őseink által kitaposott úton nyugodtan menjünk tovább. Mert Jézus nagyon magasra rakta a mércét. Legyetek tökéletesek, amint a mennyei atyánk. De az nem jelenti azt, hogy a mostanig megtett út az semmi sujck. Nem. Ugye én jártam Kongóba, afrikai országokba, Egyiptomba, olyan országokba, ahol 2000 éve nem hirdetik az evangéliumot. És akkor például Mujibá, ugye, hát van egy keresztény orvos, szerzetes, ott van Kongóban, szemorvos, Harry Richard, nagyszerű ember, 25 éve ott szolgál, szinte akkora területen, mint egész Európa, egyedüli szemorvos. És a magyar kormány adott $1 millió, hogy hát építsenek ott kórházat, ajándék. Hungária helps, Magyarország segít. És én is benne voltam abban a bizottságban, ami jelképesen levitte ezt az összeget oda. Nem túl messze repülővel, pillanatok alatt az ember odaér, kiszáll, és egy más világ. 2 milliós nagyváros, és nincs villany. Nincs. És ugye, hát hogy mondjam, nincs úthálózat. Ők azt mondják, a kórházat ott a, hát annak a 2 milliós nagyvárosnak a rózsadombján építik, és ilyen hatalmas köveket kalapáccsal vertek ezek a szegény emberek. Kérdem, mit csinálnak? És azt mondják, betonkavicsot. Hát az a nagy követ ugye ilyen, olyan kicsi, apró darabokra törik, nagyot a nagy emberek, és kis gyerekek is kisebb kalapáccsal potyolták a köveket. Hát mondom, de hát nemrég voltunk a Kongó folyó mellett, hát ottan homok az van elég, hát de nincs út. Döbbenetes, testvéreim. Igen. 21. század. Ott ez a közintézmény hálózat
nem jött létre. És elmondta Richard testvér, hogy bizony ide-oda elmennek egy-egy városba, és tudják, hogy ő mennek, és hosszú sorokba állnak a betegek, hogy az erős naptól ottan sok embernek a szeme sérül. És volt úgy azt mondja, hogy hát ugye viszik ilyenkor a felszerelést, mozgó kórház, és hát mondta, hogy ugye leszerelik, ott vannak egy hétig, kettőig, meddig, leszerelik, és akkor az autó valahogy viszi ilyen terepjáró tovább, és ő még ott maradt egy kicsit, és jön egy bácsi, és azt mondja, hogy hát, hogy doktor úr, nem látok, úgy vezették oda. Hát mondta, elvitték a felszerelésemet, hát nem tudok, majd egy év múlva jövök. És azt mondta a bácsi, megvárom. És ott maradt a fa alatt, egy évig várt, amíg ez a szemorvos oda ment. Újból. Igen, testvéreim. De az, hogy nálunk ennyi minden van, ez a 2000 éve hirdetett evangéliumból, a szeretet parancsából nőtt ki, amiért hálát kell, hogy adjunk. Irgalom. A szeretetnek egy másik szép neve az irgalom. Olyan magától érthető, hogy szeretetben tudunk élni. Hogy akár gyerek is, vagy felnőtt is, hát van ennye-bennye, talán be is zárnak valakit. De én még a pandémia előtt, ugye, én sokszor jártam a magyarországi fegyházakba, börtönökbe is. Meghívtak. Az egyik nagy ilyen börtönbe, Balassagyarmatra, fegyházba. És tényleg nagyon meghatott, mert azért mentem el, mert kaptam egy képet, a rabok egy nagyon szép betlehemi figurákat faragtak, és a városnak ajándékozták. És az olyan szép dolognak tűnt, hogy fegyencek, hát hogy mondjam, jó pásztorokat faragnak, báránykákat, napkeleti bölcseket, kis Jézust, Máriát, és elmentem, hogy megköszönjek egy szentmisébe, neki hívtak, és elmentem. És hát a mise alatt a rabok énekeltek. Olyan kórusuk van, hogy ugye ez férfi kórus, voltak vagy 50-en benne, zengett az a, van egy szép kápolnájuk, amit felújítottak. Nem is gondoltam, annyi irgalmasságról szóló evangéliumi jelenet van, egész körbe van ott is festve. És hát mondtam, hogy milyen szép lenne, csináljunk egy CD-t. Az én apám is volt bezárva, politikai okokból verseket írt, de egy gyerek számára az a lényeg, hogy nincs otthon karácsony, hol az édesapám. Mondtam, csináljunk egy CD-t, ajándék, ők énekelnek, én prédikálok, szépen, nem kerül az nagy pénzbe, és küldjük el a gyerekeiknek. Mindenkinek tetszett az ötlet. Aztán egy hét múlva, vagy két hét múlva hívtak, hogy hát írtak egy musicalt. Szent Adórián tiszteletére, ő a raboknak a védőszentje. Ugye a Maximilianus császár idejében élt, és előre ő, mint tábornok, üldözte a keresztényeket a császára nevében, de mikor látta ezek a keresztények, milyen hősiesen vállalják a halált, hát ő mint katona sokszor volt a csatatéren, és tudta azt, hogy mennyire nehéz a halállal szembenézni, és ezek a keresztények Krisztusba bízó lélekkel vállalják, megtért. És mondta császár, hogy többet nem üldözöm a keresztényeket, és akkor őt is ugye kivégezték, tehát ilyen értelemben, hát lett a börtön őrök és az elítéltek védőszentje. És abban az évben pont Szent Adórián év volt a fegyházban, és írtak egy gyönyörű, szép musicalt. Meg is tanulták. A mi gyerekeink akkoriban a muzsika hangját tanulták meg, és adták elé, és 2020 decemberében, karácsony előtte pár nappal Budapesten, a József Attila Színházban
hát megérkeztek a mi gyerekeink is, rabszállítóval megjöttek a fegyencek is, hát a jegycsipő nénik helyett ilyen golyószórós, hát hogy mondjam, örök voltak ottan, és tele volt a szín, tehát a színház, hát ugye ott voltak a börtönök parancsnokai, meg az elítéltek rokonai, meg a mi gyerekeink, de zsoffolásig tele volt a színház, és a rabok eléadták a színdarabot. Olyan megható volt, mert mielőtt a függönyt felhúzták volna, hát én is ott voltam a rabok között, és az egyik mondta, atya, hát engem már raboltak el, én is raboltam bankot, és mindent csináltam, hát nem hiába kap az ember 15 évet. De én még ennyire nem izgultam életemben, mint ezzel a hülye fakarddal a kezemben. Igen. És olyan jó volt látni, és tényleg állva tapsoltak a darab végén a, hát a börtön parancsnokok. És ugye, hát a szünetbe, mert utána jöttek a mi gyerekeink, és volt közt egy szünet, hát a fegyencek bemehettek a rokonaik közé, és leültek a padba, és beszélgettek szépen. Egy édesanyja odajött hozzám, és azt mondja, Csaba testvér, én ilyen büszke még a fiamra, soha életemben nem voltam, mint itt. Igen, testvéreim, ez az irgalom, hogy még ezek a, hát a Maximilián császárt, aki játszotta, hát ugye, amikor Adorján bejelentette neki, hogy ő befejezte a katonai pályafutását, hát úgy felállt, s olyan közömbösen mondta, hogy nem volt ez szép, vagy hogy mondjam. Hát mondom neki, hogy próbám volt, hogy egy kicsit bátrabban, hát maga dühös, hát maga Istennek tartsa magát, itt egy porszem szembeszáll magával, hát ugye színdarab, hát jöjjön ki a dű. Megveregette hátamot egy másikra, és azt mondja, csak ne idegesítse, mert amikor múltkor ideges volt, kettőt megölt, azért van itt. De mondtam, jó, akkor csak úgy lazán, nyugodtan. Igen, testvéreim, irgalom, gyönyörű dolog, nem? Hogy szegedi fegyházban, meg a többieknél van 100-valamennyi tényleges életfogytiglani elítélt, és minden 20-25 emberhez a magyar kormány alkalmaz egy embert, hogy vigasztalja őket, hogy ilyen átnevelje. Tudják, hogy soha nem fogják kiengedni őket, és mégis valaki bemegy, és leül velük, és hogy vagy, és nem megalázza, nem bántsa őket, hanem segít, hogy feldolgozza ezt a dolgot, hogy valahogy felkészüljön ő is, hogy hát ha nem is az embertársaival, de az Istennel majd, ha találkozni kell, hát a jobblator hangján tudja megszólítani teremtőjét. Döbbenetes, testvéreim, csodálatos. Ugye, csak térjünk vissza 1440-es évekhez. Hunyadi László nem követett el olyan nagy bűnt egyáltalán, és mégis nem volt irgalom, kivégezték minden további nélkül. És gondoljunk arra, hogy Dózsa Györgyöt, meg a többieket, hogy mi mindent tudott kitalálni az elmúlt évszázad, évezredek emberei. De akár az 50-es évek fekete Dubájra is lehet gondolni, hogy jöttek itt Székesfehérváron is, máshol is összeszedték az embereket, és egész kis dolgoké kegyetlen büntetéseket osztottak. Igen, testvéreim, úgy gondolom, hogy az evangélium itt él köztünk, és építi az Isten országát. Bízzunk benne. Mi nem a világ végére készülünk. Mi a mi atyánkban nem azért imádkozunk, hogy mennyei atyám, mikor összedől ez a világ, akkor ne fájjon nagyon. Hanem azt mondjuk, ugye a mi atyánkban, jöjjön el a te országod. Hisszük azt, hogy Krisztus nem egy utópiát kergettet velünk, amit soha nem lehet elérni, hanem egy olyan álmot álmodott számunkra, amit valóra tudunk váltani. Amit ha összefogunk vál a vál mellett, bizalommal. Tudom, hogy vannak kudarcai az emberiségnek, neked is, nekem is vannak bűneink, elesettségeink, gyengeségeink.
De nem az a megoldás, ha bedobjuk a törül között, ha feladjuk a reményt, ha elengedjük egymás kezét, nem. Hanem az, hogy a bűnbánatot tartva újból visszatérünk a szeretet parancsához. Tudom jól, hogy végtelenül szomorú és fájdalmas az, ami most Ukrajnában történik. De azt is tudom, hogy eljön az az idő, amikor megint az ukrán, az orosz ember leül, és azzal a jó finom vodkával egyet kocincs, azt mondja, hogy tudtunk milyen butát legni? Igen, testvéreim. Közben-közben itt-ott az embernek, akár neked is, nekem is, de akár az emberiség egy nagyobb részének is, mintha elmenne az esze. A gonosz lélek próbálkozik, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyeljen el a reménytelenségbe, a gyűlöletbe, a haragba, a félelembe. Igen. És sajnos valamikor győz. De mi nekünk egymást vigasztalni, bátorítanunk kell. Egymást a jóra, a szépre, a szeretetre kell, hogy intsük. Járható ez az út. Ez az út, ezen az úton járva építettük fel mindazt, ami fontos számunkra. Semmiképpen ne térjünk le erről az útról. Mikor megkeresztelték önöket, mindannyian keresztények vagyunk, akkor nem gyászhúszárnak, nem is sírató asszonyoknak kentek fel bennünket, hanem Krisztus szeretetének a profétájává, papjává, királyává. Éljük meg keresztény hivatásunkat. Bíztassuk, lelkesítsük, bátorítsuk egymást. Krisztus él, győz, és győzni fog. Hát nem tudom, kedves testvéreket, sikerült-e meggyőzzem. Elindulunk ezen a, tovább megyünk ezen a szeretet útján. Na, akit meggyőztem, az álljon fel, a többi maradjon ülve. Na, úgy látom, hogy nem kell tovább prédikáljak, meg gondoltam, nem állok fel, és akkor még fél óráig mondom magamét, de hát akkor így valljuk meg hitünket a szeretet Istenében. Hiszek egy Istenbe. Mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten szent szín előtt állunk, csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg alázattal, szeretettel kéréseinket. Alakíts szívünket szent szíved szerint, és töltsd el szeretettel embertársaink iránt.
kérünk. Segíts egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és hősies áldozatvállalással tanúságot is tegyen róla. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító erejét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Nyisd meg szemünket, hogy a segítségre szoruló emberekben téged lássunk, és nekik rójuk le a tevékeny szeretet adóját, amelyet te neked tartozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tégy minket jóságod alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni akarsz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos Istenünk, fiataljaink néhány kérésünket hangosan is kimondták, de te, aki a szívek vesség vizsgálója vagy, látod, ki nem mondott, meg se fogalmazott kéréseinket, azokat is váltsd valóra, jóságosan, te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.